Átadták a magyar örökségdíjakat december 18-án a Magyar Tudományos Akadémián. A rangos elismeréssel ezúttal 7 személyiség teljesítményét díjazták. Klinghammer István, a Magyar Örökség Díjátadó Bizottság elnöke nyitóbeszédében úgy fogalmazott, hazánk versenyképessége nem csupán infrastrukturális és pénzügyi kérdés, hanem együttélési, bizalmi, önbecsülési, valamint a célok kollektív vállalását is feltételező ügy. Hozzátette, csak az a közösség sikeres, amely képes megfelelő kohézió megteremtésére, és ebben segítenek bennünket értékőrző hagyományaink. A 7 díjazott között szerepelt Vitéz Somogyi Endre altábornagy katonaföldrajza, akinek életét és munkásságát Siposné Kecskeméti Klára ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképzőkar nemzetközi dékán helyettese méltatta. Emlékeztetett, a kiválóan képzett katona, térképészparancsnok, hadtudós, katonaföldrajzi szakértő, katonai szakíró és sportember a 34 éves katonai szolgálata során számos hazai béke és háborús, valamint külföldi kitüntetésben részesült. Munkásságai és eredményei túlélték azonban őt, mert a neve bekerült a magyar katonai térképészet, a katonaföldrajz, az öttusa sport és a pro militum artibus kitüntetettek aranylapjai közé. Neki is köszönhetjük, hogy a Magyar Örökségdíjas Magyar Katonai Térképészet 2019. február 4-én alapításának 100. évfordulóját ünnepelhette. Mi katonatérképészek őrizzük az emlékét és hagyatékát. Altábornagy úr, köszönjük a szolgálatot! Az elismerést Vitéz Somogyi Endre altábornagy unokái vették át. A rendezvényen Benkő Tibor honvédelmi miniszter képviseletében Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára miniszter helyettes is részt vett.